Tisztelt képviselő testület, szeretettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatásunkon, ahol a képviselő testület, a jegyző úr, illetve itt van Kristófné Tótemese igazgató asszony, és természetesen a jegyzőkönyvvezető nem jelent meg érdeklődő. Ennek ellenére azért miután készültem egy kis prezentációval, azt azért megmutatnám a kollégáknak. De mielőtt ehhez hozzálátnánk, a jegyzőkönyv vezetőt meg kell, pontosabban a jegyzőkönyv hitelesítőt meg kell választanunk, akit én Nemes Dezső képviselő úr személyébe jelölnék meg. Ha egyetértünk vele, akkor szavazunk igenre. Köszönjük szépen, a kezünket ebben. Egyhangulat elfogadjuk. A kinézés. Első napirendi pontunk tájékoztató a település életéről. A második napirendi pont, hát kérdések, vélemények találhatjuk. Elmarad itt. Kíván-e valaki ehhez módosító javaslatot előterjeszteni? Ha nem, így elfogadjuk a napirendet. Igen, köszönöm szépen, egyhangulag elfogadjuk. Akkor odaülnék a laptopon és kicsit beszélnék arról, amivel készült. De aki gondolja, hogy jön ki, hát minden jobban látni. Gyergyő úr, én nem szeretném nézni, jó. A 2023. év rendezvényeivel gondoltam kezdeni. Amint túl vagyunk, az nyilván a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja a nőnap, a 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség, a május 1-i felvonulás. Természetesen a húsvétot nem tettem hozzá, hiszen ott annyi önkormányzati feladat volt, hogy a Gárdonyi teret szépen feldíszítették a kollégák, de hát az nem rendezvény, hanem az egy dekoráció volt. Tehát május 1-e felvonulás az ifjúsági klubba, és ami majd fog következni, május 28, tehát a május utolsó vasárnapja, amely nem csak arról híres, hogy gyereknap, hanem arról is, hogy a Magyar Hősök emlékünnepe, amelyet mi rendszeresen megünneplünk, hagyományosan a temetőkertben. Június 2-án pénteken tartanánk meg a Nemzeti Összetartozás napját a Nemzeti Összetartozás emlékművénél, a Kazinczy utcán. A május 1-ére terveztük volna a majális, de miután előtte 2 héttel leesett a hó, emiatt sokat gondolkoztunk a rendezvény szervezésbe közreműködő kolléginákkal, hogy akkor most mi legyen, és abban jutottunk, hogy nem tudhatjuk, hogy milyen az időjárás, próbáljuk meg inkább átszervezni július 1-re, és akkor ezáltal juliális néven. Igaz, hogy tavaly augusztálisnak hívtuk, és majális szerettünk volna belőle csinálni, így juliális. Hát szépen a hónapokat ellevezzük. Hónapokról ellevezzük a rendezvényünket, ami valójában a falunak. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe. Menet közben nagyon reméljük, hogy az Emléni Fesztivál bele fog tudni férni. Tavaly tudjuk, hogy egy szűkített költségvetéssel mentek, nem tudjuk, hogy idén ez most várható, hogy újra lesznek vidéki rendezvényeik, vagy egy rövid, tömörre sárospataki, illetve egy-két környékbeli településen megrendezettbe gondolkodnak. Ha számítanak ránk, akkor mi számítunk rájuk, és akkor az még a nyárnak az egyik programja. Szeptember 23-án egy pályázat keretében Borban az igazság születi program lenne, amelyet tervezünk. Október 1-e vagy 2-a, hát ezt még nem döntöttük el, hogy vasárnap délután vagy hétfőn legyen. Október 1-e maga az emléknap, de lehet, hogy a hétvégéjét senkinek ne legyik el, majd 2-a lesz, majd meglátjuk, hogy a fellépőt hogy tudjuk megszervezni, ide szervezni, hogy az idősek világnapját megünnepelhessük. Október 3-a szokásos módon koszorúzása az aradi vértanúk emlékoszlopánál. Október 23-a az 1956. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett nemzeti ünnepünk. Október 27 hagyományosan II. Rákóczi Ferenc újratemetésének évfordulóján fáklyás felvonulás, koszorúzás. November 18-ra tűztük ki a civilek báját, és akkor el is élünk korra, hogy november 26-án már advent első vasárnapja lesz, tehát az adventi gyertyagyújtások. November 3-a vasárnap lenne egy Mikulás ünnepség,
illetve hát még messze van december, hogy a kórussal egyeztessük, hogy mikor lesz az adventi hangverseny. Úgyhogy ezek az idei évnek a tervezett programjai, és emellett még lehet több minden más. Miután a Petőfi 200 programsorozaton nyertünk több pályázatot, kultúrpajta, tájházi pályázat, illetve Petőfi emlékéhez kötődő programok megvalósítására vonatkozó pályázat. Emiatt még az ősz folyamán várhatóak, így a Borban az igazság mellett más rendezvények is, de ezt még fontosítani kell. Bár az is lehet, hogy a juliális környékére tesszük, és akkor esetleg egy nagyobb kibontott rendezvény. A sportról is szerettem volna egy kicsit szólni, már a kultúrával kezdtük. A jelen állás szerint a megye 2 keleti csoportjában a 7. helyen állunk, de ahogy látszanak a pontok, gyakorlatilag, ha megyeszót megvertük volna, akkor most Pácinnal 37 pontosak lennénk, és azért lennénk csak 5-ek, nem 4-ek, mert neki jobb a gólaránya. Tehát van még esélyünk feljebb úszni ezen a tabellán, de azért hozzá kell tenni, hogy most az előttünk levő csapatokkal fogunk találkozni, most vasárnap Tiszaladány, majd lesz Erdőhorváth és Várospatak, és szerencsétlenül fogunk találkozni még. Viszont az előttünk levő Pácit már megvertük, úgyhogy ebben a csapatban most egy nagyon jó lehetőség van. Így azért fontos elmondani, hogy a második, tehát a tavaszi szezontól egy átszerveléssel, új játékosok ideigazolásával nagyon megsikerült erősíteni a csapatot. Úgyhogy ha ez a csapat így együtt tud maradni, én a jövő éven nagyon az első háromban várom a Tartányi Sport Egyesületnek az eredményét. Most nyilván egy 5.-6. hely kinézhet, nyilván a mások is fognak feljebb menni a ponttáblázaton, nem csak mi, de amint mondtam, az előttük állókkal fogunk játszani, tehát nem tudjuk, hogy például jelenleg a tabella első helyén álló Tiszaladányt, ha sikerül itthon megverni, az nyilván egy nagyon jó dolog, de ha itthon az várhatóan első helyezettel egy X-et játszunk, szerintem akkor is elég nektek lehetünk. Na, itt van az múltunk, hogy hány pont és hanyadik helyezés. Tehát én azért az állójelben, mert még az nem végeredmény. Látszik, hogy tavaly, amikor a legrosszabb évünk volt, akkor 30 forduló alatt 15. helyezés, majdnem kiesés sikerült elérni, és összesen 18 pontot szereztünk. Hát most még nincs vége a szezonnak, és már 35-nél tartunk. Sőt, amikor 2020 márciusában abba kellett hagyni, és összesen 18 fordulót játszottunk a 30-ból, akkor is 27 pontunk volt már. Tehát a tavalyi év volt a mélypontja a Tatarkányi 2015-ben újraindított labdarúgásnak, de úgy látom, hogy szépen térünk fel, és sokkal jobb helyezéseket fogunk tudni elérni. Nyilván látszik, hogy azért voltunk mi ott a 6. helyé körül, ezt akár felül tudjuk múlni idén. Természetesen a legjobb eredményünk, de az még megye 3-ban volt, amikor megnyertük, és annak jogán felkerültünk a megye 2-be. Hát most nem mondom azt, hogy ez egy erős követelmény, de hát azért örülnék neki, ha a Tatarkány újra megye 1-es csapat lehetne. Az más kérdés, hogy sokkal mélyebben kellene zsebbe nyúlni a sportegyesületnek. A TAO támogatásaink nem rosszak, de hát azért megye 1-nél már messzebb kell utazni, meg másabbak az elvárások is. De azért van nekünk lövészet is, és leszelegettem egy pár oklevelet, amelyeket sikerült elérnie a Tatarkányi sportlövőknek. Én úgy gondolom, hogy büszkén lehetünk rájuk is. Itt látszik, hogy azért ugyan a két nagy név,
Beregi Bugykai, akik nem tartalmárkányiak, de régóta a csapatban vannak, és tartalmárkány hírnevét viszik, ők folyamatosan ott vannak, de van nekünk Szabó Istvánunk, aki mint tartalmárkányi lakos viszi a jó hírnevünket, és amikor női szám van, akkor úlik a netet, és lehet az okleveleken látni, úgyhogy nagyon örülünk az eredményeiknek. Na hát a tavalyi munkánk, 13 ülést tartottunk, és 26 rendeletet alkottunk. És azért érdekességképpen kigyűjtöttem, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk azt, hogy a 2014-től, de azért kitekintve a 14 teljes évére, illetve az előttelevő évre, milyen mennyiségű rendeletalkotás történt. Tehát látszik, hogy a kettővel megelőző ciklus utolsó teljes éve az a rendeletalkotás mélypontja volt, tehát ilyen, azért 12 rendelet az nem egy mennyiség. És látszik, hogy azért a 14-19-es ciklusban azzal, hogy 187 rendeletet alkottunk, és látszik, hogy itt azért szépen ívelt fel 15-ben 35, 38, 44, 39, azért találtunk sok rendbe tenni valót, ezt elvégeztük, az, hogy 21-ben 23 rendelet, tavaly 26, idén pedig a múltkori testületi ülésig eddig 10 rendeletet alkottunk, ezzel összesen ebben a ciklusban 73-at, tehát látszik, hogy a következő másfél évben sem fogunk elérni a 127-et, körülbelül, ha egy 100 körül megállunk, akkor látszik, hogy ez lehet egy olyan szám, amely ha 5 évre visszaosztjuk, az azért egy átlagszámba kiváló, illetve tavaly 165 határozatot hoztunk. Szociális támogatásaink, ápolási, közgyógyellátási, otthonteremtési, tanévkezdési és a rendkívülinek az eseti, egyedi mérlegelést érdemlő része a bizottságnál van, tehát ezek mind olyan támogatások, ahol nem árt a közös gondolkodás, a mérlegelés. Ami pedig a polgármesternél van, az nagyrészt automatizmuson alapuló, gyermekétkeztetési, időskorúak, jövedelempótlási célú. Azt lényegében 5 évre az időskorúakat például 5 évre állapítottuk meg. Egyszer-egyszer, akik még bejönnek időközben, akik betöltötték a 65-öt, azoknak kell megállapítani 24 végéig. Kegyeleti, hát ez ugye évente a haláleseteknek megfelelő számú, megváltozott munkaképességű, ez összességében egy éven 3-4-5-6 embert éri, illetve a rendkívülinek a másik része, és a jegyző úrnál is lényegében automatizmuson alapuló van a lakhatási célú, megfelel valaki a rendeletnek jövedelemben, vagyonba, akkor jár neki a sávosan beállított lakhatásra, nem felel meg, nem jár. Látszik, hogy ahol mérlegelni kell, ott a kollektív bölcsességre hagyatkozik a rendeletünk, ahol bizonyos automatizmus van, ott az egyszemélyi döntéshozóknak van átadva a hatáskör, és egy évben körülbelül 45 millió forint az, amelyet ezekre a feladatokra kell, vagy el tudunk költeni. Ezt ha végig gondoljuk, azért komoly odafigyelést igényel, és körültekintést, mert nyilván ezt a pénzt el lehet költeni egy fél év alatt is, de nekünk egy év alatt kell erre támaszkodni. De ha belegondolunk, csak a gyermekétkeztetési támogatásunk 4-5 millió forint egy év alatt, amivel elérjük azt, hogy minden gyerek, akinek az állam nem ad 50 vagy 100%-ban térítésmentes étkezést, annak az önkormányzat kifizeti. A lakhatási megint olyan 7-8 millió forint egy év alatt. És akkor látszik, hogy a 45 már is szépen ment lefelé, úgyhogy ezt nem ragadom tovább. Szociális tüzelő. Kigyűjtöttem, hogy 2015-től, ugye mondjuk úgy, hogy a polgármesterségem első teljes évétől kezdve, milyen szociális tüzelőkkel foglalkoztunk, illetve mennyit pályáztunk, mennyit kaptunk. Ugye ebbe volt 3 év tűzifa és 5 év szén,
Ugye most úgy döntöttünk, hogy újra az emberek véleménye alapján benyújtották a véleménynyilvánítójukat, hogy akkor a kemény lombos tűzifát választjuk. 904 erdei köbmétert lehetett pályázni. Ha összevetjük azzal, hogy például 2016-ban 984 köbmétert lehetett pályázni, és nyilván mindig a maximálisra pályáztunk, és akkor kaptunk 525 köbmétert, nyilván egy körülbelül hasonló számra kell számítanunk idén is, de ezek nagyon komoly, sok millió forintos támogatás a kormány részéről, és hát valamennyit nekünk is mellé kell tenni, hiszen a szállítás a miénk. Megvalósult beruházások, itt csak néhányat szeretnék kiemelni, mert inkább az idei beruházásokra akarok összpontosítani. Megvalósult például, most Magyarfalu programon végigszaladok, játszótérberuházás a sportpályán, kerékpárút építés a Vörösmarty Honvéd utca mellett, a ravatalozó felújítása félig, mert ott még szeretnénk idén is pályázni a ravatalozóra, a külső nyilázárókat ki fogják cserélni, viszont most arra várnánk, hogy idén egy pályázattal a tetőt is ki tudjuk cserélni, hogy már az új tetőre menjen fel a napelem, hiszen a tavalyiban a napelem is benne van, és addig nem tettük fel, hogy hát egy új tetőre tudnánk feltenni. A vadászház elkészült, óvodára a napkollektor felkerült, játszóudvar felkerült, vagy megvalósult, orvosi eszközöket beszereztünk a védőnőknek egész pontosan. Közösségszervezési feladatok, felelős állattartás elősegítése, az ivartalanítási program volt, illetve szintén temetőnél kerítés és kapuk cseréje, csak hogy néhányat kiemeljek. Illetve van még itt egy, amelyet a református egyháznak, például a tavalyi a napelem felhelyezése a gyülekezeti házra, annak az egyik ága, hogy a napelem felkerüljön, az már megvalósult, illetve ott még egy fűtés-korszerűsítés fog megvalósulni, hogy egy elektromos kazán is bekerüljön. Távoló konyha, erről ugye lehetett volna egy szép fotót készíteni, de még nem tettem meg, illetve nem hoztam ide a közmeghallgatásra a Megyaszói utcai óvodába, tehát a távoló konyhát átalakítottuk egy 10 millió forintos beruházással. Önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések, ez 2022-es megvalósulás volt, Jókai és Kölcsei utcáknak a felújítása. Ugyan pályáztunk a Bocska és az Erkel utcákra, de azért figyelembe kellett venni nyilván a döntéshozóknak, és az egész megyében azt hiszem egy településen nyert útfejlesztés, hogy szűkebb lett a kassa, akkor a Bocska és Erkel utcákra szerettük volna felújítani. Ha idén is írják, lehet, hogy érdemes lesz újra benyújtanunk. És volt itt nekünk programtámogatás, művelődési áldás programok, a kórusnak a támogatása, ahol zongorát vásároltunk, illetve fellépő ruhát, Mákófalva Taktarkány testvér települési kapcsolatok erősítésére nyertünk, illetve azokat a rendezvényekre vonatkozó forrásokat, amelyeket idén szeretnénk elkölteni. Nagyon fontos, hogy a gördülő fejlesztési terv keretében több utcába kicserélte a borsod víz a ivóvízcsövet. Ezen bosszankodunk még a mai napig, hogy a helyreállítás nem valósult meg tökéletesen. Egyrészt az aszfaltozásra, azt tudom, hogy múlt héten kötöttek szerződést, de nagyon várnánk már, hogy ahol aszfaltot vágtak fel, ott azt helyreállítsák, de van még azon túl sok minden más, és sajnos nem haladnak kellő gyorsasággal, ez nagyon bosszant minket is. Illetve hát ugye a szennyvíz beruházásnak volt egy rossz tervezés alapján megvalósult szakasza, ahol a legvékonyabb utcákba próbálták el kanyarokba elvinni az egész taktaszadai szennyvizet, ahol időnként problémák szoktak előfordulni. Hát a borsod víznek a erős noszogatása után most azt hiszem, hogy reméljük, hogy
hosszú ideig tartó normális állapot tud kialakulni, de elmondta Kisafél a cégvezető úr, hogy miután ez egy gyenge lejtésű szakasz, ott a Harangó József Attila hadivonalát érint le, nem tudja megígérni, hogy nem fog előfordulni később ugyanilyen probléma, hiszen az a mélypont, tehát ahol fel tud budjanni a probléma, az annak tud felbudjani. Viszont ami jó hír, hogy felszerelték Taktaszadán a vegyszerezőt, és a deményébe üzemelve, nem állagán felszerelték, és reményeink szerint a szakhatás az fogja csökkenteni. Folyamatban van a zeneiskolai iskolai épület, régi nevén kisegítőnek az energetikai korszerűsítése, amely szigetelést jelent, illetve bent egy WC kialakítását, illetve a jelenlegi idősek klubjának a szigetelése, amely a második üteme. Tehát a zeneiskolával kezdtek, és az idősek klubjával fogják folytatni. Illetve hát a bontással elkezdődött a hűtőház építése is, erről majd lesz egy képen. Talán... itt hagyok ki, mert nagyon sok fejlesztésünk van. Igen, hát vannak itt régebbiek, azokat most nem sorolom fel, inkább menjünk előre. Idei beruházásaink. Hát ez ugye az általános iskolának az alaprajza. Hát ha nagyobbra ki lehetne nagyítani ide, akkor meg az egész nem látszik. Az a lényeg a dolognak, hogy ha közelebbről néznénk, akkor látnánk, hogy más színű a fal, meg a fal melletti rész. A fal melletti rész az azt jelenti, hogy felkerül rá egy, azt hiszem 15 cm vastag szigetelés. Az összes nyilvánzárót ki fogják cserélni, összes ajtót, ablakot, már a külsőt legondolok, tehát nyilván a belsőket azt a korábbi beruházáskor sikerült kicserélni, illetve az összes olyan gépészeti rendszert, amely a fűtéssel kapcsolatos, tehát a radiátorokat és a cseveket. Ez, ha szépen lefut a közbeszerzés, ki van írva a közbeszerzési eljárás, akkor június végére úgy sikerül eredményt hirdetni, hogy már reményeink szerint szerződést is tudunk kötni, és lesz két egész hónapja a kivitelezőnek, hogy azokat a munkálatokat, amelyek tantermen belüliek, tehát az összes cső, radiátor leszerelése, újak felszerelése és az összes ablaknak a kicserélése, azt megcsinálják abban a két hónapban. Az, hogy a szigeteléssel még kívül bívelődni fognak akár télig, az már az ő dolguk, az nem fogja zavarni az oktatást, ha csak a gyerekek nem az ablakon néznek kifelé, hogy mi történik. De nyilván az nem valósulhat meg, hogy ez két hónap alatt az egész befejeződjön. De azt igyekezni fogunk elvárni, illetve így is írtuk ki a közbeszerzést, hogy ezt nagyon, a belső részeket nagyon septibe meg kell valósítani, mert szeretném, ha úgy indulhatna meg a tanév szeptemberben, hogy a tantermekhez már nem kell nyúlni. Ez a beruházás egyébként szűk 200 millió forint. Egész pontosan 198 millió 915 ezer forint. Közbeszerzés alatt állami mondta. Műfüles pálya. Hát nem túl jó a felmondás, de talán az látszik, hogy itt van az épületnek a széle, a sportöltözői, ez pedig a nagy pálya, az üres rész. Tehát, illetve itt baloldal már a játszótér. Tehát oda érkezik egy új műfüves pálya, itt az íves rész a járdát jelenti, a sötét négyszög alakú részek azok kis lelátókat jelentenek, és ebbe még fognak elhelyezni pályavilágítást,
lesz még két nagy játék elhelyezve, az egyik egy hosszabb csúszó drótpálya kötél, mint ami egyébként már most is elkészült egy, az a focipálya első lelátója mögött, látszik, hogy ez egy nagyon hosszú drótkötélpálya, illetve kisebb játékok még kerülnek ki. Okospad is lesz, tehát leülhet valaki rá, és akkor internetet fog adni, meg lehet rajta telefon tölteni. Úgyhogy a sport és a modern világ azt tud benne találkozni. Azért az árát elmondanám, mindennel együtt 129.456.000 forint. Ez a bűfüves pályának a kialakítása, egy 20x40 méteres, tehát kisebb mérkőzésekre, de elsősorban inkább utánpótlás nevelési feladatok ellátására tökéletes, illetve arra, hogy az edzéseket meg lehessen rajta tartani. Iskola óvoda fogja tudni használni, bár az óvodának a másik oldalon van saját bűfüves pályája, igaz, az kisebb, az 12x24 méteres. Belterületi közutak fejlesztése, szintén topos, top pluszos pályázat, ott van behúzva a csík, nem akartam egy teljes részletezésű tervezőt volna tenni. Vörösparti és Magdár utcák, bocsánat, Vörösparti is, rosszul írtam fel. Vörösparti és Honvéd utcák. Látom, hogy nem jól írtam fel, tehát Honvéd nyilván nem a Magdár, Vörösparti és Honvéd utcák. A Magdáról akartam még feltenni egy képet, de nem tettem fel, valószínűleg ezen járt az agyam, csak nem azt írtam neked. Ugyanis majd a Magdáról is beszélek. Ez most közbeszerzési eljárás előtt vagyunk, de miután még csak május van, ez a nyár végén, őszelején meg fog tudni valósulni. És azért tegyük hozzá, hogy amiről legutóbb döntöttünk, hogy megadtuk a hozzájárulást, hogy a Magyar Közúttal és Pamlén község önkormányzatával, ilyen érdekes, így kerültünk be egy csomagba, együtt, szintén egy topos pályázatból meg tud valósulni a 3621-es útnak a felújítása Prüttytől Takaharkány végéig. Úgyhogy a konzorciumi megállapodása héten írtam alá, jött a Magyar Közút megyei igazgatóságától egy úriember, és ő azt mondta, hogy lát rá esélyt, hogy a pályázat úgy fusson le, hogy az még idén megvalósulhasson. Szerintem idén legfeljebb el fog kezdődni, és nem fog megvalósulni csak jövőre, de ha már elkezdődik, még ha nem is itt, hanem Prüggyön, de már lesz egy elnyert pályázat, és ebben nagyon bízunk, hiszen most ezért kerül benyújtásra, akkor azt jelenti, hogy az összes főútunk felvalósul. Hogy visszatérjünk a sajátunkra, a Honvéd és a Vörösmarty utcáknak a felújítása teljes egészében 9.916.000 forint. Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése, idősek klubja kialakítása. Ez a társulásunk pályázata. Nem az enyém. Ez a társulásunk pályázata. Így fog kinézni. Reméljük, hogy miután most ennél is közbeszerzés előtt vagyunk, de előkészítés alatt áll a közbeszerzés, és az alaprajza pedig így néz ki. Társalgóval, étkezővel, amely egyben nyitható, de külön is szeparálható, előiroda, orvosi helység, mindenféle előkészítő és mellékhelységek, tároló, tálalókonyha, fedett terasz. Nagyon fontos, hogy ez miután a Rákóczi utca 42 szám alatti ingatlanból kerül kialakításra, így a jelenlegi épületrész fel tud szabadulni, vagy csak részbe lesz szükséges a használata, így az ottani tereket ki tudjuk használni más célra, akár benne, akár céljára. Hozzátenném még, hogy miután benyújtottuk egy terek volt még hátul, ami nem a miénk, a lakatos véletelek, annak lement az árverése, tegnap előtt voltam a végrehajtónál aláírni az árverési jegyzőkönyvet, úgyhogy az is most már az önkormányzaté lesz, hiszen még nagyon erős, de rövidesen az lesz. Így az egész hátsó udvar rész már mondjuk azt, hogy az önkormányzaté,
ahogy elkezdtük kialakítani egy gyönyörű nagy parkot ott az idősek örömére meg tudunk valósítani. Ennek az épületnek a kialakítása 225.278.000 forintba kerül, ennyit nyertünk rá. Konyha és étkezde fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztés. Ami színes, egy picit látszik, hogy más a szín, oda van beavatkozás. Amit felül látunk, az egy előtérnek a kialakítása, azért, hogy akik érkeznek az étel előtteréért, azért lehet szél, hó, eső, hideg, ne a szabad téren álljanak, hanem legyen egy zárt várakozó helyük, illetve itt az étkezőből egy pár négyzetmétert elveszünk, hogy a fehér és a fekete mosogatónak több helye legyen, a fal kitolása megtörténik. Kívül felkerül egy vastag szigetelés az épületre, illetve a tetőszigetelés, valamint új kerítés épül a Magtár utcai oldalon. Ez az egész beruházás így 36 millió forintba kerül, ha szintén top plusz egy-egy pályában. Helyi gazdaságfejlesztés szintén hűtőház kialakítása. Hát így fog kinézni a hűtőház. Most, ha valaki oda megy, az azt láthatja, hogy bontás alatt van a két épület. A bontás után jövő héten elindulhat a kitűzés és az építés. Ennek a hűtőháznak nyár végére már nagyon előrehaladott állapotba kell lenni, és idén teljesen így kell, hogy kinézzen, készen. Így fog kinézni belülről, kisebb hűtőkamrák, nagyobb hűtőkamrák, illetve itt irodai és kiszolgáló helységek. Tehát fontos azt mondani, hogy ez egy olyan hűtőház, amely nem fagyasztóház, hanem zöldségek és olyan termékeknek a hűtésére szolgál, amely nem igényel például hús tekintetében mínusz 18 fokot, csak egy állandó hideg vagy hűvös hőmérsékletet. Ez fog rövidesen megvalósulni. Hadd mondjam el, hogy a magyar villamos művek, illetve talán már nem is ez a teljes neve, csak hogy MVM a rövidítés, az MVM olyan gyorsan dolgozik, hogy tavaly márciusban elindítottuk az átírást, nem sikerült addig elvégezniük interneten, de most, hogy múlt héten megnyílt szerencsén ez a ügyintézési pont, Jámbor Zsófia kollégiával bementünk, és egy óra alatt elintéztük azt, amit e-mailben több mint egy év alatt nem sikerült, úgyhogy a gáz pont a mai napon voltak is lekötni, tehát lelették végül a gázórát, már csak arra várunk, hogy a két düledező villany pózna, az még kibírja azt az órát, amikor jövő héten ide érnek, és le tudják venni a villany órákat is, hiszen a bontás most már nem lehet tovább folytatni, mert az a félő, hogy kidőr, és ott esetleg valakit áramütés érhet, azt pedig nem kockáztathatjuk. Úgyhogy szokás szerint sikerül most újra várakoznunk a szolgáltatókra. Ennek a hűtőháznak a beruházása 180 millió forint. Ezt a beruházást ugye már tavaly szerettük volna befejezni, de a megemelkedett árak miatt elsősorban itt a vasra kell gondolni, hiszen ez vasszerkezetes lesz. Nem adtak olyan ajánlatot, mint amennyi pénzünk nekünk volt. Így Nyikes Tibor mérnök úr áttervezte kisebbre, így a kisebb épület tud megvalósulni ebből az összegből, de annak örülünk, hogy ez meg tudja valósulni, és onnantól kezdve reménykedünk, hogy ez miután elkészül. Nyilván jön a tél, hát télen nem tudom, hogy ki fog fűteni, de aki szeretne, annak rendelkezésre fog állni, de mondjuk jövő tavasztól sikerül már találni rá bérlőt, aki ezt akár üzemeltetés céljából, akár csak arra, hogy hűtés céljára igénybe vegye,
fogjuk tudni neki rendelkezésre állítani. Illetve lesz egy szép épületünk, ahol mi üzemeljük. Csapanékvíz elvezetés, harmadik ütem, szintén idei megvalósítás, de ez még a régi top. A Kanéci utca, látszik, hogy itt a megyőszóító fog kezdődni, és szépen belefolyik majd a víz a Sósérben. Nagyon fontos, hogy végre ez, ha az első-második ütem is ilyen lett volna, mint ami én nagyon remélem, hogy amilyen lesz a harmadik ütem, akkor sokkal jobban mosolyra áll a szánk, de a harmadik ütem után szerintem mosolyra fog állni a szánk, hiszen ezt teljes egészében burkoltárok, az összes áteresznek a egységes beton áteresztes kocsibehajtós megépítésével. Hála Istennek a harmadik ütemre jutottak el oda a kiírók, hogy kellő hosszúságra, kellő pénz áll rendelkezésre, és nem azt nézték elsősorban, hogy milyen, nem tudom, hány százmilliós értéket kell megvédeni, és ha nincs ott elég érték, akkor húzzuk még tovább, hogy legyenek ott értékek, amiket megvéd, és eljutottunk oda, ugye az első-második ütemben, hogy lényegében az, amit szerettek volna látni az emberek, hogy ezek az árkok betonosak, az nem így alakult ki, hanem a nagy része földárok rendezés volt. De minden esetre ez betonos lesz, és bele fogja vezetni a vizet a Sósérbe. És ha egyszer lesz egy 2010-nek a megismétlése, akkor még inkább védett lesz a település a delvizes problémákkal szemben. Közbeszerzés előtt vagyunk, a teljes beruházás 99.718.000 forint. Külterület intézet fejlesztése, erre nem hoztam térképet, hanem itt csak megemlítem, hogy két projektünk van, illetve van előkészítés alatt álló projektünk is. Az önkormányzati szerződést éppen ma írtuk alá a nyertes kivitelezővel, három út fog megvalósulni. A Bontatanya felé az egy út, a 014/9-es, tehát ami szembebe megy. Ami után elkanyarodnak jobbra majd balra, az marad föld út, tehát csak a szembe menő, a 014/9-es. A Harkányi tanya felé, esetleg aki nem nagyon jártas csak a Harkány történetében, annak úgy mondanám, hogy a Madarasi Ferenc-Szatmária miféle tanya felé, de azért Harkányi tanya, mert Harkányi báró írót eredetileg. A Róna háti tanya, hívhatjuk úgy is. Annak a 066-os út, az lényegében addig megy, tehát elindulunk a Kenézi útról befelé, elkanyarulunk balra, mert az még egy helyrajzi szám, és eljutunk addig, ahonnan balra be kell kanyarodni a két tanyához. Tehát a Kiség tanyájához, meg a Madaraség tanyájához, tehát az ő belső útjuk nem, de az addig elvezető út teljes egészében új alappal aszfaltosan lesz megközelíthető, és a Bazsi átjárói út is, az egy rövidebb út, benne van ebben a programban. Illetve a társulásnak is van egy, amely jelenleg még közbeszerzés, tehát nem tudtunk közbeszerzési döntést meghozni. Az egyik a Dohányos tanya melletti út, a másik pedig a Halastói út, de a Halastói út csak addig, ahonnan balra be szoktunk kanyarulni a Halastó elé. Tehát az úttól az erdőnek azon a részéig, ahonnan be lehet balra kanyarulni. Tehát nem körbe. Hát nem körbe, de ez így is nagyon komoly, hiszen ez a két beruházás körülbelül 600 millió forintot vesz igénybe. Nem fog annyit igénybe venni, mert látszik, hogy közbeszerzésen egymás alá ígérgettek, tehát lehet, hogy ez 400 millióba se fog kerülni, de 600-at nyertünk rá, nyilván amit nem használjuk el, azt majd vissza kell venni.
Ami még idén reményeink szerint megvalósult, arról sajnos nem tettem fel képet, de tehettem volna, csak valahogy elfelejtkeztem. A bölcsőden, az egy RRF pályázat, az RRF az a Covid utáni helyreállítási program, amit, mint kiderült, hogy nem csak Magyarország nem kapta meg az előleget, hanem a EU országoknak a fele. Tehát amíg abból nincs előleg, feltételezhetően mi se kapunk előleget, így ha csak nem vállalja valaki egy feltételes közbeszerzéssel, hogy úgy elkészíti, hogy majd a legvégén ad be egy számlát, és bizonytalan benne, hogy mikor fogja megkapni, akkor ezzel még várnunk el, viszont ha az árak emelkednek, kevés lesz rá, talán ez a 173.768.000 forint, amit egyébként megnyertünk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezzel igyekeznek, és idén vagy jövőre megvalósulhat. Már a terület kész, tehát aki kimegy, megnézheti, hogy a megvásárolt telekrészekhez már a Madarasi János és csapata elkészítette az új kerítést, tehát a helye ki van alakítva, lehet jönni, építkezni, csak még nem tartunk ott, tehát mihelyt lesz előleg, ki tudjuk írni a közbeszerzést, és tudunk haladni előre. Van még beadott pályázatunk, egy Tisza Luxa és Hernád Kércsel közösen egy belterületi zöld infrastruktúra, amiből egy játszóteret fogunk tudni építeni a Honvéd utca 8 szám alá, illetve egy okozzemlás pályázatunk, ahol azt hiszem, hogy a vasútállomás melletti zemlát fogják felokosítani, és mindent tudni fog a modern világban. Minimum zemlát. Tudhatsz, igen. Még a vidékfejlesztési program kapcsán hagyd mondjam el, hogy elkészült még 7 útnak a felújítására, külterületi útra az anyag, tehát mihelyt újra kinyitják a külterületi utas pályázatot, akkor be fogjuk tudni nyújtani még erre a 7 útra is. Ez újabb 600 millió forintnyi támogatást jelentene, és gyakorlatilag nem lenne olyan sűrű használt nagy külterületi út, tehát mezőgazdasági út, amely egyébként a szélessége megengedi, hogy lehet rá aszfaltozni, mert ennek dupla sávúnak kell lenni, amely nincs rakta hatályba felújítva a külterületeken. Illetve ami még van erdőtelepítésre, 37 hektárnyi erdőtelepítésre van be a pályázatunk, még hiánypótoltatták, úgyhogy várjuk az eredményt. És szintén az erdészünk készül a folytatásra, hogy a végén lényegében az egész Nagyapoly erdősített terület legyen, hiszen elfogytak az állatok, amelyeket odahajtottak legelni, úgyhogy fel tudjuk használni erdőnek. Talán ennyi. Kedves kollégák, szeretnének-e valamit hozzátenni? Nincs. A Halastó felé vezetendő majdani, az a Takta felé eső utat jelenti. Ott a Takta híd után. Ez nem. Ahol lefordulnak, a Takta felé eső részén lenne út. Vagy csak meddig tartana ez a híd? Hát átmenjünk a hídon, lefordulunk arra. Elérjük a ház, milyen háznak hívják azt a gátörháztól, és néhány száz méter, amíg el nem érjük az első balra kanyar. Még nem fordulsz át a hídon, tudod, hogy... Megértettem, de azt hittem, hogy a túl mellett vezet majd. Nem. A túl mellett. Azt nekünk kell megcsinálni. Hát nem. Feltétlenül, de ebben a projektben ennyi fér. Ennyi fér, jó. Jó. Ez is valami. Ez elég nagy valami. Na, szeretnél még valaki szólni? Így van. Tessék valaki. A Tartalkányi Sportegyesület érdeméhez szeretnék szólni. Gondolom elvitathatatlan tőlem az érdem, hogy nagyban hozzájárultam ezekhez a sikerekhez. Külső szemlélőként most már lehet, hogy erősíteni tudom jobban a csapatot és támogatáson fog biztosítani. Viszont egy érdekességet nem mondjak már, hogy mennyire
nehéz az utánpótlásban is megállni a sportegyesületnek a helyét. Karcsán voltunk legutóbb, és megkerestem, ugye rákerestem az MLS honlapján erre a mérkőzésre, és örömmel láttam, hogy győztünk 9-6-ra. Megnéztem, rákerestem a tartalkányi csapatnak az összeállításával, és hát kicsit szomorúan láttam, de úgy örültem is, meg csak 9-en voltak. Igen. Azt gondoltam magamban, hogy akkor ezek megverték a Karcsai 11-et. Nem, a Karcsai 8-an. Karcsaiak. Megnéztem, rákerestem a Karcsaiak, és 8 ember volt a pályán. Tehát, ugye, amit hallani... Mind a két csapat kapott figyelmeztetést emiatt, mert Lészámi Jánosan állt. Igen, hogy ezzel az utánpótlással elég komoly bajok vannak, és nagyon nehéz ezt őket összeszedni. Beszélgettem egy-két utánpótláskorú sráccal, és ők is, ugye már nekik is a fülükbe jutott az, hogy lehet, hogy itt változások lesznek majd jövőre, ami kicsit őket hátrányosan érinti, de biztattam őket, hogy itt ezzel nem csak ők tehetnek egyedül azzal, hogy egy kicsit összeszedik magukat, és tényleg megpróbálnak végre csapatként együttműködni, és ezt tényleg támogatni egymást, biztatni, és egymást behúzni a pályára, mert csak így lehet jövő ennek a utánpótlás csapatnak. Illetve még a fejlesztési kíván, itt ez mind nagyon szép, nagyon örül neki a szívem, még mindenkinek a szíve örülhet neki. Csak egy dolgot kérdeznék, szó volt arról valamikor, hogy amikor ugye a kétszer-két sávosították a 37-es utat, hogy a rávezető utakat is megcsinálják, hogy itt sajnos nem készültem fel ebből, hogy az hanyas számú út, ami vezet ki ugye... 37-23-as út, hogy arról van-e esetleg valami információ, hogy azt valamikor megcsinálják, mert az is egyre rosszabb? Én azt gondolnám, hogy ezt követően, ami elkészül a 36-21-es, utána sikerre mondhatjuk, hogy nyugodtak vagyunk. És Tokaig olyan gyönyörűen, jó úton el lehet menni, akinek csendes autója van, az észre se fogja venni, hogy zúg, mert mindkét irányba, így van. Én is örülnék neki, az megvalósulna, sőt, annak is örülnék, ha majd tökösszel a felé is megvalósulna, mert épp az is lehetne jobb, mindig lehetne minden jobb. Mindig. Hát csak itt... Következő önkormányzati ciklusban biztos, hogy meg fog valósulni. Ugye ezzel a takta kenész halkány közötti útszakasz, hogy az a legnagyobb probléma, hogy egyszer már ezt meg lett ígérve, hogy ezt megcsinálják. És közben jött a háborús vége. Emlékszünk arra a terület átadásra, amikor ugye elhangzottak ezek, hogy milyen jó lesz majd megint újra jó úton közben. Sőt, ez a kormány határozat még máig él, ugyanis nem lett visszavonva. A építés és minisztérium, építés és közlekedési minisztériumnak a listáján került a lehúzott közé, mint felfüggesztett beruházás. Abban a 4000 milliárdos pakba, amelyet toljunk odé. Tehát ha megkeressük az NJT Nemzeti Jogszabálytáron, hatályos kormányhatározatként meg lehet találni a mai napig. Ez a kormányhatározat szól a Prüty-Taktartány közötti útra, illetve egy Bodrog-Keresztúri körforgalom megépítéséről a 37-esen. Nyilván, ha ez a topos pályázatból, top pluszból megvalósul, okafogyottá fog válni, de akár ez a topos pályázat lehetőséget kínálhatott volna arra, hogy a 37-23-ast újítsák fel belőle, és akkor az állami valójuljon meg a Prüty-Taktartány közötti. De nyilván, ha mérlegelni kell, a rosszabb állapotot kell megvalósítani. És ha saját magunkhoz őszinték vagyunk, ebben van benne részben a Honvéd, a Béke, a Rákóczi és a Dózsa utcának a felújítása. Tehát nyilván ez nekünk belterület tekintetében sokkal fontosabb, mint hogy ne 120-szal jöjjenek meg a kocsik a 37-23-mal, hanem 150-nel. Amint 90 amúgy. Amint 90 a sebességhatár, és itt ott talán tábla is figyelmeztetve egy alacsonyabb sebességre. Különösen, hogy ott az állatok azért nem egy kocsinak már a lökhárítóját levették.
Tehát örülünk a szomszéd testvéreinek, a kenézieknek is, de ebben nekünk is nagy hasznunk van. Persze. Nekik is? A buszjáratnak is? Hát a busz, szerintem a Borsod Volán, tehát a Volán is nagyon örülni fog meg, hogy esetleg nem kell bizonyos időkönökként fél tengelyt cserélni. Hogy? Igen. Van elég más, amiről beszéljünk. Nem tudom, hogy... Ha már a közösség nem jött el, mert... És csak a jegyző úr beült a közösség soraiba, hogy legyen ott valaki. De van még? Akkor beszélgess. Van, csak annyira tűnik, hogy hát igazgató asszony állandó meghívott, tehát itt azért ne tekintsük a... Ő itt van, ő állandó. De milyen állandó itt vagyok. De hogyan jelent meg? Mi magánember vagy, mint igazgató? Munkahelyre jöttem is. Tehát a kollégákat képviselem, mondtam nekik, mert hívtam őket, és nem jöttek. Na, mert neki sem volt kérdés. De ezt, jaj, nem kérdés, ezt az előadást át tudom adni, és akkor majd, ha érdekli őket, megnézhetik. Az lenne, hogy többekben nem látom annak a hölgynek a megjelenését, aki feltette nekem a kérdést ma délelőtt telefonon, hogy mi lesz a Harangod utca, Dózsa-György utca kereszteződésében lévő gödörrel. Nyilván ha jött volna, akkor már választokott volna erről, hogy a vízműveket elősen ütjük, várjuk azért, hogy ez megvalósuljon. Azt kérdezte, hogy ha esetleg kitörik, hogy valami kár keletkezik az autóba, azt ki fogja megfizetni. Magyar gödör? A másik meg ugye... De valójában nem nekünk kell kikövetelni, attól függetlenül, hogy mi követeljük. Hát, annak az útnak a tulajdonosa a magyar állam, vagyonkezelője, a Magyar Közútnak a Fizvéjáték. Csak ők nem járnak el. Hát az út ellenőr néha jár, szerintem. Munkor is találkoztam velük. Én szerintem jelzik is, de gondolom... Az az egyszerűen nem lenne valami óriási nagy dolog. Minimum azt kellene megcsinálni. Hát megvan még az Árpád utca végén, Attila utca végén, mindenhol, ahol az aszfalt sem. Hát, persze. Normálisan vissza. Inkább merakták volna a csövet. Hát, inkább rakták volna a csövet, mert jobb az, hogyha van csőd, mint az, hogy egyszer csak megáll minden. Megértettelek, de... Hála Istennek azért a főbb, tehát a frekventáltabb utakon még az aszfaltolás előtt vagyunk, tehát akár a Vörös Martin, látszik, hogy nem szép, de most fogjuk aszfaltolni. Így van. A Rákóczin is látszik, hogy nem szép, de most fogják remélhetőleg a pályázat, nyertes pályázat után aszfaltolni. Tehát inkább most, mint kész lett volna, és utána kezdik el, mint egyébként, ahogy nagyon mérges vagyok rájuk, hogy az út szélén sikerült letörniük a még nem egy éves kerékpárútunknak a szélén. De legalább most lesz majd arra egy kis aszfalt, hogy ezt rendben lehessen tenni. Mondtam is nekik, hogy hát az ennyire bambának lenni, hogy akkor még egy fél éves volt kerékpárútunknak letörni a szélén. Szakították. De hát ők képtelenek lesznek megcsinálni, hiszen egy hete már van szerződésük aszfaltozásra valakivel. Viszont ha sárosak lesznek az autók, most már van autómosunk, tehát szép előre. Tegyük hozzá, már a Borsodvízről van szó, hogy az integrációs program új lépcsőre kerül, így már volt egy fórum, amelyen a Nemzeti Vízművek ZRT-nek a munkatársai jelen voltak, és az év közepén már nem az önkormányzatok, hanem a magyar állam lesz az ellátásért felelős víz tekintetében, hiszen majd a következő ülésünkön ennek napi rendi pontja is lesz, újra meg kell erősítenünk a határozatot, amibe a vagyontárgyakat és a részvénycsomagot átadjuk, pontosabban üzletrészt átadjuk térítésmentesen az állam részére, amely a nemzeti közműveket bízza meg a vagyonkezeléssel, viszont a feladat ellátó továbbra is a Borsod Víz ZRT lesz. És aztán, hogy a Borsod Víznek a sorsa az lesz, hogy állami vállalatot csinálnak belőle, vagy beolvasztják a DRV-be, az már egy más kérdés. Az értékelés, tehát készült egy átvilágítás. Az átvilágítási jegyzőkönyvet én olvastam, leírja az a független cég, amelyet megbíztak egyébként az összes ilyen még önkormányzati tulajdonban álló cégeknek az átvilágításával, leírja, hogy a Borsod Víz vezetői mindent megtettek azért, hogy túléljék, hogy életben maradjanak, hogy a munkásokat megtartsák.
De a külső körülmények. Nem minden cégnél írták le, mert például az Emblém védművére is ráláttam. A borsodvízé kedvező, mondjuk úgy. Úgyhogy akár egy olyan verzió is lehet, hogy a borsodvíz, mint most már, vagy rövidesen állami cég, esetleg az Emblém védmű területére is rámehet. De az se kizárt, hogy az ERV-t egyesítik, vagy az ERV-t olvasztják be az Emblém művizet, és a borsodvíz maradik magának. De még akkor ott van a mi víz, hiszen az is most már eldöntöttem is, hogy állami lesz, tehát lehet, hogy a borsodvíz és a mi víz kerül egybe. Tehát itt még sok minden történhet. Ami minket érint, az az, hogy az ellátási kötelezettség lekerül a vállunkról, és az állami lesz. Úgy pénteken miniszter úr is a vízről beszélt. Igen. Tessék, barátyom. Aminek nagyon örülök, mondtad az előbb, hogy a műhűes pályákon készül le a futballpályán. Hál' Istennek ezeket a gyerekeket, akik járnak ugye a gumipályára két köznapi néven, hogy nem fogják már ott a szomszédok bántani. Nagyon jó lenne, ha tehát ez megépül, és ugye a gyerekek itt tudnak oda menni ugyanolyan feltételekkel. A nagysága nem tudom, mekkora lesz ennek. 21. Nagyon jó, isteni jó pálya lesz az, ha elkészül. Még egy dolog van. Mögötte ugye ott van a játszótér. És sok anyuka ment ott ki gyerekekkel játszani. Sajnos felnőttek, zárójelben mondom, Bolond Csabi például, ott ráül egy hintára, ott hintázik, és elzavarja az anyukákat, a gyerekeket, nem mernek oda menni. Valahogy azt javasolnám magunknak, hogy nem jó állandó felügyelet úgysem lehet, de valami nagy táblát kitenni, hogy nem tudom mikor hívja ezt meg ezt. Tehát, hogy lássa ott a szülő, hogy tud valakihez menni. Mennek gyerekekkel, tolja az egyiket a kocsival, másik vitázni szeretne, és nem tudnak oda menni a játszótérre, mert egy bolond ember ott ül a játszótér közepén, és nem engedi oda a gyerekeket, szülőket. Ez elég nagy baj, de ezt valahogy jó lenne. Nem tudom, hogy de valahogy orvosolni meg. Tábla az, mert hiszem... Hát de tudnák nekik mutatni, hogy na ott van az a telefonszám, beelégjük, és sok el... De ki az az ember, aki mondjuk úgy fel tud lépni, mondjuk egy önkormányzati dolgozó, aki felhív telefonon, oda megy és megmondja az illetékes elvtársnak, hogy kívül tágosabb, és az illetékes elvtárs elege fog ennek tenni. Tehát ahhoz megfelelő tekintéllyel és megfelelő jogkörrel felszatúházat embernek kéne lenni. Rátérjük még a mezőőrvállára, de szerintem nem kell ezzel használni. Mert őt a külterületekre alkalmazni. Tehát nem tudom. Én értem, mit mondasz. Tehát a másik oldalon meg az, amit a polgármester úr mond. 112. Tehát most, tehát mindig megvárjuk, hogy valaki intézkedjen helyettünk. Mert nekünk mi nem akarunk. Nem akarunk kényelmetlenségbe kerülni, nem akarunk ütközni senkivel, és akkor utána meg téged hívnak fel, és neked mondják el, hogy engem számítanak. Most már egy olyan lehetőség is van, ahogy látom, például a Facebookon, már névtelenül is lehet nyilatkozni. Tehát, és annak hisznek jobban. Ez most már egy olyan felháborító dolog, hogy nem mondom meg a nevem, de azért mondok ezt. Miért van ilyen, hogy most én hozzájövök a bejegyzésedre? És akkor tudod választani, hogy névtelen hozzászok. Igen? Hát teljesen felháborító. Tehát még jobban elbújni a susnyába. Én ezt nem is tudom. Ez hihetetlen. Kérlek szépen, nagyon komoly és jó dolgot csinálunk a gimnáziummal. Felnőtt embereket juttatunk érettségére. Erre az idén a lakossági bejelentésre, hál' Istennek bennünket nem, de más iskolákat ellenőriztek, mentek az emberek, sőt, az érettségizőkkel toltak ki, mert volt olyan iskola, hogy beült egy ellenőr, és ott ült 9-től délig, 13-ig, nem tudom meddig, és azok a tanulók ugye bajba voltak. Tehát még egyszer, névtelen bejelentésre kimennek, és azokkal szúrnak ki, lásd, akik mindent beletesznek ebbe, meg felnőtt emberekkel, szóval értem, mi lesz a névtelen. Doblán be a szemétbe a névtelen feljelentés. Ma éppen egy értekezletet hallgattam. Budapest Kelenföld állomás, Ferencváros Kelenföld között a három vágányú pálya, ami eredetileg négy vágányú pálya lenne, de lakossági talán három lesz, és vannak tüntetők, most ott bontanak el egy Kelenföld mellett egy üzemen kívüli vágányt.
a vállalkozónak megvan a szerződése, megvan az engedélye, minden, és mennek oda a tüntetők, és ők nem engedik, hogy építsék a vasúti pályát. És mondja a vállalkozó, én nem építem a vasúti pályát, én elbújtom a rossz használatlan a vasúti pályát. Ők oda fogják láncolni magukat a vasúti sínhez, hogy környezetkárosítás, meg fakivágás ne történik. És ilyenről szó sincs. Most. És rendőrt hívnak a vállalkozóra. Nem tartják a törvényeket. És meg lehet csinálni minden további nélkül. Mi történt a Városligetnél is? Valóban a hisztiket elrendezték, és a végén nagyobb lett a zöld felület, miközben oda került a múzeum is, csak a múzeum teteje is végig zöld. Igen. Nagyobb lett a zöld felület, lett egy szép impozáns épület, rendbe tették azt a részt is, de ott is mindenki kötözte hozzá magát 3-4 száz éves fához, vagy 50, vagy 20, vagy nem tudom, akárhány éves fához. Miközben egy szép beruházás van most. Nagyon támogatott. Most megint mi a helyzet? Lánchíd lezárása. Milyen szépen mondta Gulyás miniszter úr, hogy az nagyon zöld politika, hogy a Lánchídon nem lehet átmenni, de hosszabb úton, mert aki át akar menni, úgyis átmegy kocsival, az megy akkor a Margit híd fele, vagy az Erzsébet híd fele, hosszabb úton pöfögteti a füstöt, mint átsuhanna a Lánchídon. Délután mikor a budai oldalon mekkora dugó van? Eszedben van? Eszedben van. Arról, hogy mit tudtok, aki... Hát ami az, ami hét elején volt, hogy hallottam, hogy bement bizonyos emberekhez. Semmi. És ételt kért, szekrénybe utoskodott, és állítólag be volt. De meg az anyukám szomszédasszonyával vissza ment. Éppen akkor érkeztem. Tipikus a rendőrség. Még igen, hát ki lett hívva, mert a lánya kihívta a rendőröket. De aztán az interneten is olvastam, hogy több helyen volt bent. Hogy akkor de csak kiszabadult. Na de hogy engedem be? Tehát most... Nyitva volt a kapu, itt nézte a tévét, bejött a konyhába, és nem akart kimenni, és enni kért. De... És ő meg megijedt, és adott neki enni, akkor ugye itt hagyta a ruháját, és megijedt tőle, és nyitogatta a szekrényt. Így. Hát mondjuk te férfi léted, de ki nem, Katrin, bezárom a kapu. Na jó, de hát ennyi, most... Ennyi a történet. Hát most ő is megtanulta. Most, ha nem védem meg a saját értékeimet, ne várjam az, hogy mások védjék meg helyette. De volt, akinek a kapuját verte, hogy engedje őt be. Hát ugye, az ennyi meg... Ha meg volt nyúlva rendesen, már nem szesszel, hanem... Uh-huh. Van-e még valami? Van. Na. Köszönjük. Visszatérve arra, hogy elmondtátok és támogatlak benneteket, meg saját magunkat, meg mindenkit. A sok okos ember, de jó, hogy találkozunk. Utcán itt-ott elmondja magáit, és mondom, hogy ez nem az a hely, ahol. És nézd meg, üres, egy kivétellel. Nem üres, hogy eljönnének, és az előbb általad elmondott, vagy az általam elmondott futballpályát, a gyalogit, hogy megtudná, hogy mit csináljon. Hát nyilván felnőtt emberek is jó lenne, ha úgy cselekednének, ahogy kell, nem tudom. Hogy miért nem úgy cselekszelek. Tehát, hogy el kellene jönni és elmondani, és mi magunknak csinálunk egy közmeghallgatást. Én már mondtam, hogy ennek van értelme, mert itt vagyok. Ez a demokrácia. Igen. Jó, úgyhogy egyet kötelező tartani, mi tartunk kettőt, csak most már így, hogy nincs itt meghallgatni, talán érdemes lesz levennünk a törvényi minimum. Igen. Barmis akart még, igaz? Akkor meghallgatjuk. Ugyanez a hölgy kérte meg abban a segítségünket, hogy a Hunyadi utca végén van az a megfordulási lehetőség, és annak a közepén van egy diófa, aminek az ágai már erősen el vannak száradva, hogy azt nem lehetne valahogy egy kicsit letisztítani. Szeret a bátyát, fordultam. Mihelyt a fűnyírástól egy kis levegőt kapnak a kollégák, ki fognak menni és levágják. Még egy dolog, hogy van-e valami lehetőségünk arra, hogy megszüntessük a vasúti váróterem hajléktalan szálló jellegét. Mert az a gond, hogy oda nem tudnak, ma reggel is szembesültem vele, meg többször reggel a hajnali vonattal, amikor megyünk dolgozni, nem tudnak bemenni, nem tudunk bemenni a váróterembe, pedig nekem kevésbé jó szaglásom, de én sem tudok megmaradni abban a váróteremben, mert ott alszik egy ember, akit állítólag nem tudnak kitenni, se a, nem tudom, kipróbálták, de azt mondják, nem tudnak kitenni, és inkább kint állnak az emberek a szabad ég alatt a lehető. Mert az ott alulra pont alkalmas a 112. Hogy a mellékhelyiség nyitva van? Nyitva.
De ki az? Azt nem tudjátok, hogy... Lajos. Nem tudod, ki az? Kicsit. Tél? Túlpedig? Nem mondjuk ki. Hát ő mióta jött vissza a tanyáról? Hát ott volt már. Sehol nem állja meg a helyzet a baj. Felmerült egy kérdés, hogy a Hunyadi utcára lehet-e még pluszban közilágítás. Tudom, miről beszélsz, én is voltam ott. Lámpák. Klárikájékban szemben. Mindjárt húznám a lámpa, csak pont Klárika. Pont Dezső miatt nincs, mert ő figyeli a... Velük szemben azon a póznán nincs lámpa. Én nem is hallottam. Van erre lehetőség? Hát egy nem, mert egyébként a... De állítólag az úgy volt mindig. Hát akkor... Egy levelet írhatunk a... Szereljen a szolgáltatóját lakásában, és világíts a dolgok. Mondtam, hogy már egy lelkonet, amiben ők kérnék is. Legyen ez jó leíró és aláíró, és ezt hozzánk, ezt vasárba mondtam. Kiváló elkérdés. Klárikának. Jó, Klárika. Csak bízom benne, hogy... De elmondta Klárika, hogy ez már akkor is így volt, amikor itt dolgozott által lemondott műházban. És akkor ment haza, akkor is ilyen volt, tehát pont ott előttük. De ha minden póznál van a többinél, akkor nem világos az az út, nem? Nem tudod, úgy van, ha megfigyelitek, hogy úgy vannak ezek a lámpák beállítva, hogy mindenkinek valamilyen utóbódon valami kis fény jusson a portáljára, aha, vagy a nagy kapujára, vagy a kis kapujára. Neki meg több, mi? Neked sem? Ezek meg többször tényleg. Megy ki egy kapuhoz. Nem fél zaj. De vannak bizonyos emberek, bizonyos kollégák félnek már. Az a ennyi. Én bizonyos idő után félek az a ennyi. Van még témánk? Már én másik témánkban vittem, nem tudjuk. Ha nincs témánk, akkor köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.